cigány bűnözés egy kriminológiai szakszó, ami sok évtizedes múltra tekint vissza. Volt olyan cigányvajda is, aki nyíltan beszélt arról, hogy igenis létezik és tenni kellene ellene. Nyilatkozta a mi hazánk alelnöke, miután Kövér László az országgyűlés házelnöke több mint 5 millió forintos bírsággal sújtotta a cigánybűnözés szó használatáért. Bűn használni ezt a kifejezést? Nem, Megkérem Novák elődöt, országgyűlési képviselőt, a mi hazánk alelnökét, mondja el beszédét. Erőt, egészséget! Kedves bajtársak, a férfivé váláshoz egykor katonaviseltséget követeltek meg. Ma a cigánybűnöző körében már inkább a börtönviseltségre büszkék. Erretentő hatású büntetés nincs, a magyar börtönviszonyok valóban méltatlanok. Méltatlanul jók ahhoz képest, amelyet a cigánybűnözők érdemelnének. A mi hazánk az egyetlen párt, amelyik kivonná Magyarországot a Strasburgi Bíróság joghatósága alól, mert máshogy nem lehet például megfékezni a szinte iparágá váló börtönkártérítési bizniszt. Hazudik, aki mást mond, vagy önfenntartó börtönöket ígér, miközben a Strasburgi Bíróság joghatóságát fenntartaná, ami nem csak az önrendelkezésünket csorbítja, hanem az elítélt bűnözőket védi is, az elrettentő hatású börtönöket pedig lényegében kizárja. Több száz éve küzdünk régi migránsaink a cigányság integrációjával sikertelenül. Az egyre jobban égető problémát, a kormány a szőnyeg alá söpri. A Fidesz és a balliberális pártok kormányzása közti különbség lényegében annyi, hogy Orbánék lassú, gyurcsányék gyors nemzethalához vezetnek. A cigányság népesség robbanása közben pedig a magyarság élettere visszaszorulóban van, aminek elsődleges oka az önzés. A túlzott jólét, hogy nem vállalunk elég gyereket. És etéren legyünk őszinték, nem is korrekt mindig a kormányra mutogatni. Álságos az a kifogás, hogy az anyagi biztonság hiánya miatt nem vállal valaki, legalább a reprodukcióhoz szükséges két gyereket. Mert tán a világháborúkkal terhelt 20. században, vagy a jobbágyok korában nagyobb anyagi biztonság volt? És most a német vagy a japán életszínvonal megfelelő lenne? Csak mert azokban az országokban még jobban fogy az ősonos népesség. A demográfiai fordulatot természetesen lehet célzott anyagi támogatásokkal is ösztönözni, van is programunk rá, de sajnos jövőre a kormány 50 milliárd forinttal kevesebbet szánt családtámogatásokra az ideihez képest, és akkor még nem is beszéltünk a lakástámogatások 200 milliárdos megvonásáról, vagy az inflációról. Mégis elsősorban egyéni, hazafias felelősségünk van a népesedés terén, a háborúk is leginkább a hálószobákban dőlnek el. Pokol Béla az Európa végnapjai, a demográfiai összeroppanás következményei című könyvében is megállapította, hogy a cigányság generációnként megduplázódik, és tegyük hozzá, a magyarság pedig szinte megfeleződik. Hiszen ha az 15 tizedes termékenységi rátából levonjuk a cigányság népesség robbanását, melynek pontos mértékét a kormányzat titkosítja, akkor nem sokkal egy felett lehet az egy magyar pára jutó gyermekek száma. Ez pedig a mi felelősségünk. Nem lehetünk cigányország. Emlékeztek még erre a plakátunkra? Amit kitettünk a központi irodánk falára, hogy aztán a Fidesz és az MSZP, sőt az összes balliberális párt nagy összefogásával szavazza meg Józsefváros önkormányzata, hogy elvegyék tőlünk ezt az irodát, mert ilyet kimondani sem lehet Magyarországon. Azt, ami alaptétel kellene, hogy legyen, hogy nem lehetünk cigányország ez a központi irodánk, amit elvettek, emiatt a mondat miatt azóta is üresen áll a Józsefvárosi Önkormányzat vagyongazdálkodásának legnagyobb büszkeségére, inkább hűtlen kezelésnek nevezném, de ennél nagyobb baj, hogy oda jutottunk, hogy nem mondhatjuk ki alaptételünket és követelésünket, hogy Magyarország a magyaroké. É. És bizony, és bizony, ami a tisztánlátást illeti, miért ne lehetne a törvény szerinti 13 nemzetiséget nem csak népszámláláson külön mérni, de a születés számukat is külön vizsgálni? Megkeresésemre a KSH ezt válaszolta nekem. A népesség nemzetiségi hovatartozásának nyilvántartásában a törvényhozás az illetékes, ebben a KSH-nak nincs jogköre. A nemzetiségi hovatartozás termékenységre vonatkozó igény már többször felmerült, de a jelenlegi jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy a születési statisztikai kérdőívre rákerüljön a nemzetiségre vonatkozó kérdés. Tegyük hozzá a népesség robbanásból következően az eltartottak eltartók arányának romlásával az államháztartás fenntarthatatlansága is fenyeget. A struc politika helyett mikor tudhatjuk meg tehát a cigányság termékenységi rátáját? Hajlandó-e a kormány jogszabályi módosításra annak érdekében, hogy a, ahogy egyébként azt a KSH is szükségesnek tartja. Ezt a kérdést azonban hiába tettem föl az országgyűlésben, a titkosítást nem hajlandók feloldani. A kormány által is elismert migráns bűnözésnek van két olyan fajtája, amelyről nem szeret beszélni a Fidesz. Az egyik a régi migránsain körében elterjedt cigánybűnözés, a másik pedig a most kialakuló vendégmunkás bűnözés. Ezek miatt vagyunk most itt. És mert letelt a két hét. Az egyre jobban elharapodzó vendégmunkás bűnözés ellen 1 millió forintos nyomravezetői díjat ajánlott fel a Mi Hazánk Mozgalom, most épp egy szexuális erőszak miatt körözött vietnámi vendégmunkás ügyében. De néhány napja tette közzé a Miskolci Járásbíróság azt is, hogy elrendelte annak a másik vendégmunkásnak a letartóztatását is, aki a megalapozott gyanú szerint egy borsodi kisvárosban tartott augusztus 20-ai rendezvényen több nőt kísérelt megerőszakolni, egyiket ököllel fejbe is verve. De közben hetek óta sikertelenül körözi a rendőrség azt a másik vietnámi vendégmunkást, akinek hasonló esetéről nem is volt híradás. Nem is tudjuk, hogy pontosan mi történt. És még hány és hány ilyen elhallgatott eset lehet. Mivel a rendőrség ebben az esetben nem tűzött ki nyomra vezetői díjat, a felajánlásunk nyomán mégis lehet 1 millió forint tehát. Viszont milyen fájó, hogy vannak olyan országok, amelyekkel még mindig nincs kiadatási egyezménye Magyarországnak, ennek ellenére például Kínából és Indonéziából, noha nincs kiadatási egyezmény, áramolhatnak ide a vendégmunkások, és minden törvényünket, alapvetésünket sárba tikorva, akár nőket megerőszakolva, úgy tűnik, hogy szabadon távozhatnak anyaországukba, és nem kell féljenek attól, hogy például Kína vagy Indonézia kiadja őket. Hát mi ezért mondjuk, hogy elég volt a régi migránsaink integrálhatatlanságából, nem kell újabb lakosságcserével eleget tenni a globalista kívánalmaknak. Orbán Viktor szerint illedelmesen kopogtak ezek a hazánkban törvényesen tartózkodó, közben szexuális erőszakot elkövető vendégmunkások. A mi hazánk szerint azonban az efféle eltérő kultúrájúakra nincs szükség, így a nekik épülő akkumulátorgyárakra sem hazánkban. Szükség volna viszont kémiai kasztrálásra a nemi erőszakot elkövetők megfékezéséhez. Itt törülnek, a hátam mögött rettegnek, pedig ha ilyen szigorral léphetnének fel a hatóságok velük szemben, a vendégmunkásokkal szemben is, akkor a bűnözőknek kevésbé lenne vonzó célpont Magyarország, családjaink pedig nagyobb biztonságban élhetnének. De nem, hogy kémiai kasztrálás vagy eredtentő börtönkörülmények nincsenek, a 2006-os rendőrterror után a ló túlsó oldalára estek a rendőrök a fegyverhasználat terén, így a cigánybűnözők és az illegális migránsok felbátorodtak, egyre gátlástalanabbak. A jelenlegi túlzottan szigorú szabályok között a rendőrök szinte soha nem merik használni a fegyverüket a bűnözőkkel szemben. Például néhány hónapja az M5-ös autópályán több tíz kilométer hosszan üldöztek olyan embercsempészeket, akik közben éles lőfegyverrel tüzeltek a rendőrökre a forgalomban, majd amikor a bűnözők egy mező felé elszaladtak, még akkor sem merték használni a fegyverüket a rendőrök. Ezért a hatósági személyek szolgálat teljesítés közbeni használati jogának szélesítését is szorgalmazza a mi hazánk mozgalom. A jelenlegi kormányzat bűne az is, hogy a magyar gáda betiltása után még a szabálysértési törvényt is kiegészítették abszurd módon a tiltott prostitúció paragrafus előtt azzal, hogy aki közterületen, közbiztonság, közrend fenntartására irányuló tevékenységet végez, vagy akár csak ilyen látszatot kelt, mondjuk járőrözni látszik, akkor szabálysértést követel. Pedig az ilyen önkéntes erőket nem üldözni, hanem hasznosítani kellene. Állami irányítással, tehát a mi hazánk mozgalom a civil erők bevonását szorgalmazza a rendteremtésbe. Ehelyett a magunkfajták üldözésével foglalkozik a kormány. Például a magyar történelemben a legtöbb rendőrségi eljárás megindítására egy nap alatt nem az 50-es években, nem is 2006-ban került sor, hanem 2021. március 15-én a mi hazánk lezárás ellenes COVID-diktatúra elleni tüntetésén. Szégyen. A négy éves ciklus, országgyűlési ciklus eddigi legnagyobb 5 millió forintos bírságával büntetne most kövér lászló engem a mi hazánk képviselőjeként, pusztán a cigánybűnözés szó említése miatt, pedig ennek a kifejezésnek a használatának a jogszerűségét már 2010-ben is megállapította a legfelsőbb bíróság a közmédia hasonlóan önkényes tiltása esetében. A bírságról szeptemberben az országgyűlés hoz végső döntést, ami olyan abszurd, mintha egy sportmérkőzésen a rivális csapat döntene a sárgalapokról. Ezért a mi hazánk sosem szavazta meg egyik ellenzéki képviselő megbüntetését sem, ellenben a mentelmi bizottságban a balliberális pártok a Fidesz-szel karöltve támogatták 5 milliós bírságomat egyetlen szó miatt. A házelnök ráadásul a mi hazánk BTK szigorító törvényjavaslatát is letiltotta hasonló indokolással, így a társadalmat sújtó probléma megoldása helyett polkorrekt politikát folytat a kormány és hát balliberális ellenzéke is. A hatályos BTK enyhítette a garázdaság bűncselekmény minősített eseteinek büntetését, a Fideszes előterjesztés szerint eltúlzott mértékű volt az akár 5 évig terjedő szabadságvesztés minősített esetekben. A bírói gyakorlat alapján azonban a mostani törvényjavaslatunk tárgyát képező bűncselekmények esetén az elkövetők szinte minden esetben elkerülik a letöltendő szabadságvesztés büntetést, ezért a csoportosan, fegyveresen vagy fegyfejverkezve elkövetett garázda jellegű magatartások büntetési tételének emelését is szorgalmazza a mi hazánk. Kövér László viszont mindeközben Mark Zuckerberg mellé állt, miután a mi hazánk interpellációjában épp a Facebook önkényes tiltásait, túlhatalmát és a kormányjal kötött paktumjából fakadó reklámadó mentességet kifogásoltam akként. A Facebook Orwelli világának új beszél nyelve a beteges polkorrektség jegyében számos programpontunkat nem engedi említeni. A szegregációtól, kezdve a cigánybűnözés elleni fellépésen át az LMBTQP felvonulások betiltásáig. Tévedés, az a megközelítés, hogy a magántulajdonban lézvő Facebook azt kilti a felületéről, akit akar, mert ennyi erővel egy vendéglő vagy diszkó tulajdonos is kiírhatná, mondjuk igény volna rá, hogy cigányok nem léphetnek be. A kormányt a kettős mérce jegyében mégiscsak ez az utóbbi zavarja. Tisztelt honfitársaim! Ha a cigánybűnözés szót betiltanák, akkor ennyi erővel a politikus bűnözésről és a fiatalkorú bűnözésről sem lehetne beszélni, pedig egyik sem általánosító, pusztán bizonyos tipikus bűnelkövetési formákról, illetve azok visszaszorításához szükséges specifikus megoldási javaslatokról van szó nem vagyok hajlandó a régi SZDSZ-es találmánynak megfelelően megélhetési bűnözésnek nevezni a cigánybűnözést, ahogy eltérő kultúrájúnak sem a kultúrálatlan cigányokat. Fai alapú kirezkeztésnek a jogos szegregációt, pusztán részeges kocsmai szóváltásnak a gyilkos késeléseket. Nem vagyok hajlandó menekültnek hívni a kontinenshódító migrást, nemzetközi jogvédőnek a globalista bűnpártolókat, vendégmunkának a legalizált migrációt, szabadságharcnak, a globalisták terveinek kormány általi megvalósítását. Hazugság volna felszabadulásnak nevezni a megszállást, rendszerváltásnak a módszerváltás, békeszerződésnek a békediktátumot, a nemzeti összetartozás ünnepének a magyarság legnagyobb gyásznapját, külhoni magyar kisebbségi érdekképviseletnek a kollaboráns besimulást, szociális szocialistának a szociális érzékenységgel nem rendelkező, ellenben idegen érdekeket képviselő szocionistákat, Isten ajándékának a hazánkat felvásárló idegeneket. Megalkuvás volna igazságszolgáltatásnak nevezni, a legjobb esetben is csak jogszolgáltatást, ismeretlen tettesnek a politikus bűnözőtket, jó miniszterasszonynak, Völner pár főnökét, Tóninak Rogán Antalt, nemzeti konzultációnak a kormánypropagandát, kampánystratégiának az embereket kommunista módon nyilvántartó kubatovlistát, nemzeti nagytőkésnek a közpénzlovagokat, tehetséges üzletembernek a korrupt közbeszerzéseken meggazdagott Mészáros Lőrincet. Akárhogyan fenyeget Kövér László, nem vagyok hajlandó veszélyhelyzeti intézkedésnek nevezni a Covid diktatúrát, nemzeti együttműködésnek minden javaslatunk a leszavazását, Családbarát politikának a családtámogatások elinflálását, a csok megnyírbálását, közoktatási reformnak a pedagógusok megalázását, egészségügyi beavatkozásnak az abortuszt, békepártinak a sunyin ukránpárti politikát, semlegesnek a szankciók szorozatos, sorozatos megszavazását, honvédelemnek az amerikai érdekek kiszolgálását, missziónak Irak megszállását. EU elleni szabadságharcnak a szájkaratét követő behódolásokat, rezsicsökkentésnek a rezsiemelést. Na és persze, kihagytunk valamit. Mert nem vagyok hajlandó melegnek nevezni a homoszexuálist, sokszínűnek a debiást és a sort még hosszasan folytathatnánk. De a lényeg, mi nem alkuszunk. Köszönöm a figyelmet. Hazámat szolgálom.